tisztelt konferencia! Szépen köszönöm a fölkérést annak. Ennek a mai délelőttnek az első szekcióban moderátor lehetek. Egy pillanatra talán visszatérve Tusolt professzor úrnak a bevezető expozéjához, vagy talán egy parlamenti módon fogalmazva napirenden előtti 10 perceséhez. Tegnap voltam Baján, egy iskola új szárnyát avattuk föl, amely a kalocsai iskola növények fönntartásában van. Ugye úgy még lesz szó, ha minden jól vagy a mai délelőtt folyamán. És az iskola nővérek, tulajdonképpen az ünnepséget és az iskola hallgatót azt 2020-ra tervezték, és az iskola hallgató alkalmából az ő 150 éves jelenlétüknek egy emléktáblát is szerettek volna állítani, és az emléktábla az most került 2021. június 22-én leleplezésre. Az emléktáblán viszont ugye azt szerepel, hogy 1872-2020. És én utána mondtam az igazgatónak, hogy szerintem ezt elrontották. Azt kellett volna írni, hogy az iskola 150 éves évfordulója alkalmából, és 1872-2021. Mert így a történész kollégáknak adtunk volna 30 év múlva egy komoly konferencia témát, hogy hogyan mérték 2021-ben a kelek évfordulókat, ami valójában 2020-ra este volna. Hiszem ez a konferencia is egy pont ilyen tematika szerint került. Nem tudom, Krisztina a leglelkesebb szervező megmutatója, hogy hány időpontot küldött körbe lelkesen, amit aztán a felső hatalmak pandémia és Magyarország kormánya mindig fölírt. De tényleg nagy öröm, hogy az év legvelebb napján összegyűjtöttünk itt személyesen is, a kiváló hűtött teremben. Az első szekciónk három előadásból fog állni. Balog Margit professzor azt, hogy ez az első előadó, amit különösebben azt hiszem, senkinek sem kell bemutatni, hiszen Nomen est Omen, ugye a névek kártyára is csak annyi került, hogy Balog Margit. Gondolom, hogy kár is ennél többet ráírni, hiszen önmagában a név az, ami kötelez. És fel is kérném őt előadásának a megtartására. Ő is fog azt hiszem vetíteni. Sajnos nem tudok az egyébként kötelező kedvességgel sem túllépni a Margittal kapcsolatban, mert esetleg lenne egy-két dolgozó megjegyzése a következő szekcióban, ami én fogok előadni és így moderálni, esetleg visszakapnám, és ezt természetesen nem akarom, bár ugye a Margit és köztem az a különbség, hogy ő kedves, én vagyok, tehát... Nagyon köszönöm ezeket a bájos körülmezető szavakat. Bocsánat, hogy rendezkedni kezdek, de örelt. Szóval itt van ez a kintóképként elhelyezett klasszikus kép Fém Józsefről, egy délceg, jóképű fiatalember, ki mindössze 28 éves, amikor Trianon élményével szembesül. A következő képen már egy zalaegerszegi tömeggyűlést látunk, még a békekötés aláírása előtti hónapokban, de a tárgyalások ezekben a hetekben már javába zajlottak, és az első kiszivárgó hírek hatására országszerte, így Zalaegerszegen is, egy nagy gyűlés szerveznek, ennek a főszónok az Adranec István püspök volt, akivel Fém Józsefnek később kifejezetten baráti lesz a viszonya, és 1941-ben Muraköz térségében közös tevékenységük lesz, amiről majd még szó lesz. Na most ez a fiatal ember itt a nagy gyűlésen még csak valahol a tömegben jelent meg. A nevét azért már a városban kezdik megismerni, elhívják ide-oda előadónak, ő szerkeszti a egykor még csak hetente később napilapán váló zalamegyei újságot. Ő a gimnázium hittanár, 19 őszétől már
plébános helyettes 20 nyarától pedig kifejezetten plébánosi minőségben vezeti ennek a zalaegerszegi katolikusok életét. Elmaradtak a szentbeszédei, a prímási levéltárban szépen gondosan dátummal ellátva, hogy mikor melyik beszédet hol mondta el, ugyanazt általában a másik faluban, vagy 10 évvel később ugyanazon a helyszínen, apró módosításokkal, tehát ez a precizitás egyébként is jellemző volt rá. Így a Trianonnal kapcsolatos említések is tetten érhetők ezekben a szövegekben. Nem egy szofisztikált fejtegetésekről van szó, általában az a következtetése, hogy Trianon büntetés az Isten iránti hűtlenségért, a liberalizmusért, a marxizmusért, 18-19 következményeiért, a proletár diktatúráért, és hát ebben a leegyszerűsített elemzésben a fő bűnös egyértelműen Károly Mihály, akinek a bűne, hogy átkapta a kommunistáknak a hatalmat és a nemzet árulójává vált. Annak nincs nyoma, hogy mélyebb elemzésekbe belement volna, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan hasonlóan gondolkodtak, ahogy Pén József is. Aztán eltelik néhány év, az ország is ebből a trianoni fájdalomból lassan ócsúdik, 4-5 év múlva indulnak az első komolyabb nagygyűlések, és az első szervezett keret, a Magyar Revíziós Liga is majd csak 1927-ben alakul meg. Akkor is annak a hatására, hogy egy brit sajtómágnás, Lord Rothermere megír egy cikket, amiben megkritizálta a trianoni békekötés tartalmát, és hogy Magyarországot igazságtalanság érte volna. Hát ezt hatalmas örömmel fogadják az országban, oly mértékű ez a lelkesedés, hogy voltak olyan szabad királyválasztó pártiak, akik a Lord fiának egyenesen a magyar királyi koronát is felajánlották volna, és a tiszteletére mindenféle kegytárgyakat készítettek, a Szabó Ervin kérem egy hút áll a mai napig a Lord tiszteletére. Zalaegerszegen pedig Fény József tiszteletére, javaslatára a város képviselő testülete táviratban üdvözli ezt a Lordot. Most néhány hasonló akciót lehetne még felsorolni, ezek mind egy városi plébános eszköztárába beletartozó lehetőségek, tehát különböző beszédek, emlékműavatás, foltáblavatás, szalagátvágás, országzászlónak a népszerűsítése, és a revíziós toronyként emlegetett revíziós haranglábnak a szentelése, ami 35-ben a Göcsei hét keretében történt meg. Kis sértődéssel vette tudomásul Pén József, hogy erre az aktusra nem őt kérte fel a város, hanem Zadravec István akkor már tábori püspököt. Aztán 34-es történés, hogy a vármegyei közgyűlésben Pén József javaslatára a testület tiltakozik a francia külügyminiszternek egy kijelentése ellen, amit Bukarestben tett, üdvözölve a Párizs környéki békeszerződéseket, köztük a trianonit, ez kifejezetten az igazság győzelmének minősítette. Hát ezekből a szavakból egyértelmű volt, hogy Párizs semmiféle revízióra nem lesz hajlandó. Pusztán a revízió szóra egyébként Pém József nem adja fel a kormány ellenzékiségét, de az köztudott, hogy Hortit nem szívelte, akiben a királyságot szabotáló eretnek tekintette, és amikor a magyar kormány 34-ben fölveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval, mivel muníciót remél a revíziós terveknek a megvalósításához, Pém határozottan tiltakozik azon az alapon, hogy egy ateista, kommunista berendezkedési állammal semmilyen gazdasági, más cél érdekében nem lehet kapcsolatokra lépni. De nem támogatja azt a kezdeményezést sem, amikor Gömbös elmegy Olaszországba és Mussolinivel az ország nemzetközi elszigeteltségéből való kitörés érdekében kezd tárgyalásokat.
Gömbösben pedig a király visszatérésének megakadályozóját látja, és mellesleg, hogy egy evangélikus vallási politikusról van szó. Most ez a két akció is bőven elég ahhoz, hogy a kormánypárti, a helyi, a városi kormánypárti sajtó neki menjen Mindszentinek, és nagyon kemény szavakkal minősítik az ő tevékenységét, idézek ebből a Zolai naplóból. Szóval jó katolikusnak lenni Fém József úr nem ugyanaz, mint önnek tömérezni, az ön címét és rangját soha el nem felejteni, önnek görnyekben kezet csókolni. Ön nem a papi rend összessége, ön nem az egyház egyetlen csarkakatlanja. Ezt követte a himnuszügy, talán ez is egy ismert történet, hogy amikor azt rólják Fény József szemére, hogy jó a templomban a himnusz elénekése alatt tiszteletlenül visszavonul a sekrestésbe, nem lesz ezen részt, tehát nem magyar, nem neked eléggé hazafi. Ebből óriási skandalum kerekedett. Megpróbálják Fémet ellehetetleníteni, kitúrni a közélettől. Mindez sikertelen, de az biztos, hogy mélyen megsebzi. Őt neveznék hazafiatlannak, aki Zalában rendkívül sokat tesz a revíziós gondolatnak, a Trianon következményeinek a felszámolásáért. Mert hogy Fém József egy gyakorlati revizionista, nem csak a beszédekben tér ki erre a drámára, és egyik ilyen gyakorlati akcióként említeném a plébánia létesítéseket, amelyet az 1927-es egyházmegyei zsinaton javasolt, olyan meggyőzően, hogy Mikes püspök ki is nevezi ezen feladatnak a püspöki biztosává. És a tervei között van, hogy a határváltozások következtében a templomától elszakított híveket újonnan fölépített templomhoz juttassa. Az egyik lesz a Gáborián házi, ami Muravidéken épül fel, amely jellemzően magyar terület. Nagyon sikeres akció, két év alatt 32 és 34 között az alapkő letételtől eljut ehhez a ma is szépen felújított állapotban látható épülethez. A faluban ma egyébként körülbelül 50-en laknak. De maga az akció, a templomépítés és annak ez a revíziós tartalma, ez olyan mérget Mindszentiben, hogy még 1974-ben New Yorkban is megemlegette a szembeszédében. 10 község került át Szerbiához, 5 község itt maradt Csonka Magyarországon. Ezek az itteniek az első vasárnap, úgy mint régen, megindultak az új határvonalon keresztül, mert hiszen mi akadályozhatja azt, hogy a vasárnap a szentmise meglegyen. Mentek, de a katonák nem engedték át őket. Második vasárnap újból megpróbálták, megint nem engedték őket. Visszafordultak. Attól kezdve szegények vasárnap délelőtt összejöttek az utcán, mert templom nem volt, plébánia sem volt, és ott litániát tartottak papnak hiányában. A magára a szentelése aztán a jugoszláv hatóságok határzárat rendeltek el, hogy megakadályozzák a határ túloldalára érkező híveket. A másik templomépítés az viszont már a nem a magyar lakta többségű Mura közben került volna sor, Tóth Szerda helyen. Itt a templom csak 1993-ra készül el, de az építkezés elindul, és ezt a kis képet azért illesztettem be, mert Briglevics Károly főispán kormánybiztos is adakozik, az a Briglevics, aki 1919 márciusában letartóztattatja Fém Józsefet izgatás miatt, és rendőrségi őrizet alá helyezteti. Ebben a településben azért nem sikerül a templomépítés, mert a horvát érzelmi lakosság félt a magyarosítástól, és a források tanúsága szerint éppen életveszélyesen megfenyegették Fém Józsefet, hogyha kedves az élete, akkor oda ne légyen be magyar papot. Ő aztán azt írja, Fém József, hogy a papot persze bevittem, magyar nyelvű volt, az ének is, a szentbeszéd is, a végén pedig a magyar himnuszt énekelték, és azóta 90%-ban horvát anyanyelvű nép a magyar pap gyönyörűen magyarosítja.
Aztán egy emlékezetes nagy akció, amit sokáig az a vélekedés volt, hogy ez csak a 48-49-es Mindszenty ellenes propaganda része, hogy neki bármiféle köze lett volna az zalaegerszegi rongyosokhoz. Ezek a rongyosok az első bécsi döntést megelőző hetekben lényegében ilyen szabotás akciók elvégzésére lettek átvetve csehszlovák határon, és Zalaegerszegről is egy kb. 200 fős önkéntes csapat indult. A képen látható, hogy ezek civilek, maximum a lövészegyletben megtanulták, hogy melyik a puska eleje és vége, de egyébként nem képzett katonákról van szó. És Pém az, aki a naplójában, tehát ennél eredeti dokumentummal kevéssel rendelkezünk, rögzíti azt az emelkedett pillanatot, amikor megtudja, hogy indulnak az emberek, és hogy mielőtt elindulnak, hát az egyházi áldást is szeretné megadni a részükre. Szóval 16 órakor értesülök, hogy este 23 órakor 204 önkéntes lövész behívóra indul a cseh megszállt területre. Lármát ütni nem szabad, de a lelkekért felelős vagyok. Három papírja a borítékokat, a nyomta nyomja az értesítőt, Szent Jónás végezhető a plébánia hivatalban 7 órától. Szóval este 8-ig gyóntatunk, miután 3 biciklis kihordta az értesítés. Éjfélben áldoztatom, kb. 120 embert az egyik sínvonalán, papjaim az olajos tartályokhoz gyóntatnak. A kis csapat teljesen útra készen állt, amikor vissza kellett szerezni az ezer éves területek egy részét. Tehát az önkéntesek Fém áldásával és kazafias buzdításával indulnak a szlovákiai diverziós bevetésre. Nem volt egyébként hosszú időtartama ez az akció, már az év vége előtt a magyar kormány elrendeli ezeknek a szabad csapatoknak a visszahívását. Az, ami a legjelentősebb az én megítélésem szerint Bém József zalaegerszegi apátkolébános revíziós tevékenységében, az a Muraköz visszacsatoltatása érdekében kifejtett munka. Itt a térképet láthatjuk annak a jelzésével, hogy Murak vidék, az van függőleges rózsaszínnel beszínezve, illetve a Muraköz az nem szinonim a két más területű, más nyelvű, más múltú földrajzi egységről van szó. A Magyar Honvédség 1941. április 11-én megszállta Bácskát, a Baranyai háromszöget, de ezt a két térséget nem, csak majd pár nap múlva. Itt megint Pém naplóját hozom segítségül. Április 12. nagy szombat. A templomi szertartáson essúgja a fülembe Brandt Sándor alispán. Bevonulás holnap. Április 13-án húsvét vasárnap nem történik semmi, este hír a belügyből, hétfőn. Aztán 14-én húsvét hétfőn sem történik semmi, csak esketek, lakodalomba megyek, este 9 és 12 között udvarbíréknál, ez a zalaegerszegi főügyész, tanácskozás, amint előző éjszaka a muraközi népszavazásról. Tehát egy magánlakásban, órákon át megy a tanácskozás, és már konkrétebb muraközi népszavazás kedvezbejegyzés nélküli. Aztán április 16-ában az pedig végre bevonulás mégis megtörtént. Ez a rendszeres tanácskozás más források alapján meg tudjuk fejteni. Ekkor a vármegye főispánja Teleki Béla, református vallású, emiatt számos konfliktusa is akad az apákkal. Ő 14-ére, tehát ahogy a napló is jegyezte, ezt a bizalmas értekezletet összehívta, és azt hangsúlyozta, hogy ő, mint egy hivatalos kormányzati ember, nem kompromittálhatja magát a nyilvánosság előtt, hanem valamilyen társadalmi mozgalmat kell elindítani, amiben egy plébános tudnak leginkább segíteni. Tehát felkéri, hogy legyen ennek a háttérben
kvázi spontán társadalmi akciónak a vezetője. Fém ezt fokozás nélkül elvallalja, és az a tevékenység nem biztos, hogy mindenben fedi azt az elképzelést, amit egy városi plébános munkaköri leírásában elképzelnénk, ugyanis a zalaegerszegi plébániáról fog kiindulni a horvát ellenes szabadcsapatoknak a szervezése. Itt készül az a kiáltvány, amelyet majd Csáktornyán a Fény József által celebrált mise után a helyi lakosság elfogad és kvázi azonnal követeli Murakhoz visszaintegrálását a Szent Korona hatája alá. Aláírásgyűjtési akciók történnek, több mint 12 ezer ember adja a nevét, amelyben hasonló követeléssel lépve, és ezeket az akciókat eljutatják a kormányhoz, az egyes tagokhoz, sőt Mussolininek is, Hitlernek is elküldik táviratban. Most ezeket az akciókat a kormány részéről egyre hűvösebben fogadják, és Pém úgy gondolja, ha másért nem, de Muraköz érdekében elmegy Horthy Miklóshoz, Zagrabec Jóvoltából sikerül időpontot is kapni. És megint a naplójából. Elmentem a kormányzóhoz, mert nem akartam, hogy azt mondják, Muraközért nem tettem meg. Hát Horthy nem érdekli az ügy. A futurista festészetről beszélt, 35 percre ez is belefért. Lelki konfliktusokra az a válasz, hogy amit mondok, arra nem esküszöm meg, mármint ő a politikus. Ebből az ügybe mások is beleszólnak. De ahová a Honvéd bemegy, a Honvéd nem szabott kimenni. Másnap Árvosi miniszterelnökkel mégis azt üzenik Pérnek, hogy ne dolgozzanak tovább az ügyön. Egy teljes kétségbeesés, tanakodás a főispánnál, és a napló szerint, hogy hát akkor elveszett Muraköz, nem dolgozunk tovább. De igen, mondja a főispán, dolgozunk tovább a Bukásig vagy a Győzelmig, ha a kormány cserben adja a magyar földet, mi akkor sem. Tehát a kormány láthatóan nem kíván túllépni az etnikai elveken, ez a vízválasztó a politika és Pén gondolkodása között. Nem akarja, hogy tisztán magyar, tisztán nemzetiségiek által lakott területeket a gondként a nyakába legyen. Pén József viszont a Szent Istváni, a történelmi Magyarország talaján áll. Ezek a történelmi érvek egyébként meglehetősen veszélyesek, hiszen ilyen alapon mondjuk a harmadik birodalomtól is vissza lehetett volna igényelni mondjuk Burgenlandot. Most eközben a Várdosi miniszterelnök Rómába tárgyal Mussolinivel, ez június legeleje, és Pén megkapja a hírt, hogy igazából Várdosinak sikerült elérni le tárgyalni Mussolinivel, hogy Muraköz a milyen. De mégsem történik meg ennek a nyilvánosságra hozatala. Pén rettenetesen türelmetlen, és június 17-én bejut Várdosi miniszterelnök ez a Sándor palotába, és ehhez a látogatáshoz kötődik az a történet, amit Maródi Metzler megírt a Pénből írt könyvében, hogy rácsapja a miniszterelnökre az ajtót, de előtte még kioktatta őt a magyar ember kötelességéről. Az eset akár így is történhetett, és nagyjából így is történt, biztos, hogy egy feszült hangnemű szóváltással záró beszélgetés volt. Várdosi azért volt ideges, mert az állambiztonsági jelentések szerint Pén Józseftől ered az az állítás, hogy ő a miniszterelnök az áruló, mert hogy Muraközért nem tesz meg mindent, ehelyett inkább a horvátokkal tárgyalgat, ki tudja, hogy milyen érdekeket áldoz be ennek érdekében. És ebben nyilván volt is némi igazság. Feltehetően ekkor hangzik el az, hogy akár a miniszterelnöki székbe is beülhetne Pén, hogyha ezt jobban csinálja. Egy levélben írja meg maga a plébános, hogy a miniszterelnökséget Várdosi felajánlotta, de én nem igényeltem. Minden esetre az események feltartózhatatlanul felgyorsulnak, és ennek a nemzetközi, katonai, diplomáciai eseményeknek a hatására júliusban bevezetik a katonai, augusztus végén a polgári közigazgatást, és december 16-án törvénybe iktatják, hogy a délvidék
beleértve a Murakhoz is, visszatért a magyar szent koronához. Végül Pén érdemeiről, hogyan vélekedett a kortárs Kovrig Béla egyetemi tanár, szóval a munkád valóban férfi munka volt, ha másért nem, ezért csupán elmondhatod, hogy nem értél hiába. Hovan bánik a kultuszminiszter ennél is továbbment, családi körben kijelentette, hogy az egészben csak az a bosszant, hogy ti ketten, Zadravac és Pén, oly hallatlan, agresszíven léptetek fel. De ha ez nincs, Murakhoz elveszett, ezt elismerem, mondta Hovan Bálint. Tehát ez a szerep nem csekély, és a 41 és 44 közötti időszakban, amíg apát főváros és a háborús helyzet is engedi, téma teljes integrálásért próbál mindent elkövetni, magyar nyelvtanítás, gyermeküdültetés, itt épp egy kis gyermeklány koszorúban láthatjuk, és kísérletet tesznek a területi egyházmegyei területi változtatásra is, de ez sikertelen akció. És maga a Trianon probléma az foglalkoztatja tulajdonképpen haláláig. A Mindszenti Alapítvány levéltára őriz 3 dobozni Trianon kéziratot, ezekben újra és újra nekifut a problematikának, jellemzően a két világháború közötti gondolkodásmóddal és szemléletmóddal, de mindenképpen a határon túli magyarok iránt érzett felelősségtudatnak. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon köszönjük ezt a kiváló előadást Balogh Margittól. Azt hiszem, hogy nagyon sokáig hallgattuk volna, mert ez egy nagyon izgalmas és én úgy gondolom kevésbé ismert része Mindszenty József életének, amelyre talán eddig túl kevéssé fókuszáltunk. Arra, hogy mi történt az ő témási kinevezés emlőtt is, miket tett lelkipásztorként, illetve politikusként, egyházpolitikusként, többek között Zalaegerszegen. Ugye eszembe jut egy történet, vagy legalábbis egy jelenkori esemény. A Magyar Katolikus Püspök Konferencia tervezi, hogy a 2020-ban megtartásra kerülő eukarisztikus kongresszus alkalmából, ugye megint ebben a időságos eltolódásban vagyunk, kiadja az új magyar nyelvű római misekönyvet. Sikerül-e őszre kiadni, ez az örökvároson is múlik, ugye ahol a dolgok örökként szoktak tartani. Viszont egy óriási dolog szerintem ebben a misekönyvben az, hogy egy igazi Kárpát-medencei magyar nyelvű misekönyv lesz belőle a végén. A környező országok lelkesen válaszoltak a kérésre, hogy az ő saját egyházmegyék ünnepei is belekerüljenek ebbe a magyar nyelvű misekönyvbe, és az egyik első egyházmegye, amit válaszolt, éppen a Muraszombati egyházmegye volt, nagy lelkesen a Muraszombati püspökünk egyből küldte, hogy természetesen azonnal érdekes az, hogy 100 év után a dolgok azért hogyan változnak, és én úgy gondolom ez a történet, amelyet a Murak közé és a Murak vidék kapcsán, ezt mindenken is meg kell tanulnom. Most hallottunk, és amelyet meg a későbben már hallottunk Szlovákia, Csehszlovákia, vagy éppen a délvidék pácska kapcsán. Többek között ezek izgalmas, eddig kevésbé ismert részleteit fogják adni annak, amit mi tulajdonképpen egyházi Trianonnak szoktunk nevezni, amelyre most szerencsére így ebben a konferenciában is komolyan tudunk fókuszálni. Ehhez a kiváló előadáshoz már minden benne volt, de biztosan vannak kérdések. Ki az, aki esetleg szeretne hozzászólni, vagy kérdést tudni? Én igazából csak annyit szeretnék kérdezni, hogy Zadravac és ennek a kapcsolatáról lehet, hogy mikor kezdődött, vagy hogy honnan ered ez a szoros kapcsolat.
forrás szinten innen tudom dokumentálni, feltételezem, hogy az említett revíziós nagygyűlés alkalmából egy városban átfogató püspökkel, a plébániát vezető plébános helyettes egészen bizonyosan találkozott. Az Abrakac egyébként Csákvörgyán született, tehát utána ez a közös feladat, ez egy nagyon erős lelki kapocs is lesz közöttük, meg a közös munka. A névmagyarosítás is például 42. augusztusában az Abrakac támogatásával nyújtja be Pév József a belügyminisztériumban. Tehát 20-tól szerintem egy egyenletes, nem mindennapi, hiszen földrajzi távolságban a működési helyszínünkben, de ismertség és egyre mélyülő. Én már merném barátságnak nevezni, ami ritka Pév Vincenti József esetében, hogy valaki ennek lehetne. Ez nem furcsa, hogy az Andrevenc Sportival jó kapcsolatban is tennek, hogy ez nem. Ahogy mondtam, a Teleki Béla főispán is református volt, tehát azért az ügyért, hogy Murak közt visszaszerezzük, azért háttérbe szorította az ellenérzéseit, pedig egy bő két héttel korábban tulajdonképpen följelenti a kormánynál a főispánt, azzal a vágyval, hogy Zala megyében protestáns kis királyságot épít ki, ezt a jelző szerkezetet használja. Tehát a kompromisszumról szól, még az egyház politika is talál, nem csak a politika. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás, kérdés? Köszönjük szépen! Köszönöm! A főigazgató helyettes asszony!